Visszafogunk térni Eden Reveal Hidden Reality-hez, mert úgy tűnik, hogy az idők végezetéig ők témát adnának egyébként, és ha már így alakult, akkor szerintem nagyszerűen ki lehet ezt a fajta tudatlanságot használni arra, hogy segítsünk minél több embernek, különösen azoknak, akik követik ezt a csatornát. De nem ők az egyetlenek, akik ebben a tévhitben élnek, hiszen tulajdonképp egyfajta kereszténységet prédikálnak még akkor is, hogyha ugye valamilyen formában megpróbálnak gúnytűzni a keresztényekből. Igazából nem különböznek semmiben ők sem, hiszen így vagy úgy, ugyanúgy egy törvénytelen életet hirdetnek, és az az út, amelyben a Torah nem szerepel, az nem lehet az igaz út, és pont. Most már abban megkegyelmezek nekik, hogy ugye ezt már megváltoztatták ezt, hogy az összes szabályt a sínai hegyen adta nekik, ugye feldolgozták ezt az információt, úgyhogy halleluja, és minden elismerésem azért, hogy belátták, hogy ez nem úgy van, hiszen az írás nem ezt mondja. De az a probléma, hogy nem ez az egyetlen dolog, amit nem jól magyaráznak, és ez az egyetlen, amit eddig beláttak, de nem baj, hát ha idővel meg lesz a többi is. A lényege ennek az, hogy azok az emberek, akik követik Reveal Hidden Reality csatornát, azok megértsék, hogy ez az út ugyanúgy a széles útnak egy része, mint az összes többi keresztény vonulat, semmiben nem különbözik, hiszen egy törvénytelen életet hirdet, és a kegyelemre támaszkodik csak és kizárólag. Odáig fajul a helyzet itt, hogy azt javaslom mindenkinek, amit lát itt az idő mutató résznél, ott mondja azt, amiről beszélek, szóval vagy egy kicsivel előtte, úgyhogy aki meg akarja találni, az ott meg fogja találni. Nem akarom lejátszani, mert egyrészt hosszú lenne a videó, másrészt meg nem akarok ebből problémákat, de amit most mond, az az, hogy az első szövetség az egy tökéletlen szövetség volt a sínai hegyen, és Ábrahám, Izsák és Jákob népét ő Elohim nem igazán szerette, csak kegyelemből tartotta meg, és ez egy tökéletlen dolog volt. Arról beszél, hogy Izrael szüntelen zúgolódott, elégedetlen volt és megszegte a törvényt. Ugyanúgy, ahogy ők, ugyanazt csinálják most, mint amit akkor azok az emberek. Semmiben nem különbözik az, amit most Reveal Hidden Reality mond, hogy a törvény így rossz, úgy rossz, így tökéletlen, úgy tökéletlen, mikor százezerszer megmutattam, hogy ez a törvény tökéletes, ez a törvény örök, soha el nem múlik, és Jahuának ez fontosabb mindennél, az ő saját nevénél is fontosabb. Ugye ők arról beszélnek egyrészt, hogy a név nem fontos, másrészt, hogy ez egy tökéletlen szövetség volt. Ennek ellenére Zsoltárok vagy Tehelim 138-ban ezt olvashatjuk. Második vers. Kodes, templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet, kegyelmedért, azaz a kegyelem már létezett akkor is, és igazságodért, mert minden neveden felül magasztalád a te beszédedet. Emra, szó, beszéd, megnyilatkozás, Elohim beszéde, vagyis a Tóra. Úgyhogy minden nevén felül felmagasztalta az ő beszédét, a Tórát, amiről ezek az emberek azt állítják, hogy egy tökéletlen szövetség, hogy nem lehetett betartani annak ellenére, hogy az egész Tanák erről szólt. Hogy lehet valaki ennyire tudatlan, és hogy nem érti meg azt, hogy nem írt volna 50 könyvet erről, meg ki tudja mennyi még kimaradt, hogy ezt kellene betartani, ha egyszer lehetetlen lenne betartani. Nem véletlen az, hogy egyetlen egyszer nem idéznek a Tanákból, mivel nem lehet. Azt, amit ők állítanak, azt nem lehet alátámasztani a Tanákból. Arra egyedül Saul levelei képesek, semmi más. Ezért nincs szó soha semmiről, csak zsidókhoz írt levélről, vagy Galatákhoz, római levélről, vagy apostolok cselekedeteiről. Egyetlen más
ember idézeteivel nem lehet ezt alátámasztani. Sajnos, amit ők idéznek, az is félre van értelmezve, vagy részleteiben van értelmezve, így lehet alátámasztani azt, amit ők állítanak. Azon kívül lehetetlen. Itt van Zsoltárok 119.1, arra nézvést, hogy az ő torája az tökéletlen, ez a szövetség tökéletlen, ezt nem lehet betartani, és egy új kellett. Ezt írja Dávid, akinek szíve Jahua akarata szerint volt. Mert az igazság útját választottam. Mi az igazság útja, amit most le fog írni? A te ítéleteid forognak előttem. Ítélet, mispát. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. Edut, azaz Elohim törvénye. Ide van írva. Elohim törvénye. Jahua, nehogy megszégyenülni. A te parancsolataidnak, micvá, parancsolat útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Taníts meg, Jahua, mire a te rendeléseidnek útjára, hak, azaz rendelés, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktas, miért, hogy megőrizzem a te törvényedet, mi az Tora, és megtartsam azt, hogyan? Teljes szívemből. Mi az, amit a másiák mond, hogy teljes szívből, teljes erőből, teljes lelkedből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, micvá, mert gyönyörködöm abban. Akkor hogyan lehet az, hogy ők azt állítják, hogy ezt nem lehet megtartani, ez egy átok, hogy ezt eltörölte, hogy ez tökéletlen volt, mikor az ember, akinek szíve Jahua akarata szerint volt, ezt írja róla. De aki nem hiszi, megmutatom. Ez Apostolok Cselekedetei 13.22. És mikor őt elveti, támasztán nékik Dávidot vagy Dávidot királyú, kiről bizonyságot is tőm mond a ki, Jahua. Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot vagy Dávidot, a Jesé fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Ez az ember arról a toráról, mert ők azt mondják, hogy ez tökéletlen, hogy ezt meg kellett változtatni, hogy ezt annak a népnek adta, amely nem is volt neki annyira kedvence, vagy nem is szerette annyira őket, meg mit tudom én, miről van szó. Ez az ember ezt írja a 119-es Zsoltárban, a 89-es versben. Jahua, örökké megmarad a te igéd a mennyben. A te igéd dabár, mint a 10 dabarim, vagy 10 szó, vagy 10 parancsolat. Az, amit akkor odaadott nekik, mikor a táblákra felírta a parancsolatait, ahogy megnéztük az előző részben. Úgyhogy ez nem az a 10 parancsolat, amiből nekik megmaradt 8 mára. Ez az összes, amit ő Torának hív. Ez megmarad örökké a Semaimban, vagy a mennyben. Nemzedékről nemzedékre. Nem azt mondja, hogy ó lám, örökké, hanem azt mondja, hogy mindörökké. Folyton. Az örökké valóságig, nemzedékről nemzedékre. Ez nem változik meg, ez nem törli el senki. Ez így van, felmagasztalta minden neve fölé. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet, és áll az. Hogy lehet az, hogy valaki, aki azt állítja, hogy őt vezeti a Szent Szellem, nem érti meg ezeket a dolgokat. A Tora nem fog megváltozni, nem fog eltűnni soha. Természetes, hogy a másiák áldozatával megváltozott a rendszer, és más az áldozati rendszer, de ez nem jelenti azt, hogy bármi is változott. Megnéztük már a hitről szóló sorozatban, hogy a hit mindig is volt és létezett, csak az emberek nem értették akkor, mint ahogy nem értik most. Reveal Hidden Reality pedig egy ékes bizonyítéka ennek. 119-es Zsoltár 104. A te határozataidból határozat, pikud, szabály, elv, utasítás. Ami Elohimtől származik. Minden esetben Elohimtől származik. A te határozataidból leszek értelmes. Akkor hogy lehet az, hogy ők azt mondják, hogy erre már nincs szükség, mikor ez az, amiből az ember értelmes lesz? Ki mondja ezt? Az a férfi, akinek szíve Jahua akarata szerint van. Gyűlöli ezért a hamisságnak minden ösvényét. Csalás, megtévesztés, félrevezetés, becsapás, álnokság, kétszínűség, minden, ami nem a Tora szerint való. Két út van, és ő gyűlöli a hamisságnak ösvényét, az előbb írta le, hogy mi az igazságnak az útja, az az, ami mindenkinek járnia kellene. 105. Az én lábamnak lámpása, vagy szövét nekem, micsoda a te igéd, de bár, mint a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolat, meg az összes többi, amit megbeszéltük a múltkor, amit megadott ott, ez mind az ő szava. Ez az ember lábának a szövét neke.
ez az ő ösvényének a világossága, mert ez más, mint a hamisság ösvénye. Úgyhogy hogy lehet azt mondani, hogy ezt meg kellett változtatni? Érthetetlen, különösen úgy, hogy a 107-esben azt írja, felette nagy nyomorúságban vagyok, Jahua, eleveníts meg, hogyan a te igéd szerint. Az ő igéje az the bar, mint a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolat, meg az összes többi, amit adott nekik a hegyen, mert ez a lámpás az ember életében. Aki nem így él, abban nincsen meg ez a világosság, ahogyan a másiák mondta. És a helyzet az, hogy egyelőre ők Revel Hidden Reality ezt az utat hirdeti. A sötétségét úgy értem. Úgyhogy, ha valaki hinni akar, ne higgyen nekem, semmiképpen ne higgyen nekik, hanem higgyen annak az embernek, akinek a szíve Jahua szerint volt. Dávid, olvass el a Zsoltárokat, és találjon nekem egy verset, ami azt írja, hogy a törvénye bármiféle probléma van. Bárhol a Tanákban, bárhol, akárhol ebben a könyvben találjon valaki egy olyan verset, amikor azt mondják, hogy a törvénye probléma van. Úgy, hogy közben a Toráról van szó. Mert olyan nem lesz, mert olyan nem létezik. Az ember szívével volt a probléma mindig is. Erről ír Saul, erről ír az összes proféta, más siák erről beszél, erről szól az egész könyv. A kezdetektől ezzel van a probléma. A kezdetektől ezzel van a probléma. Bereshit 8-as fejezet, 21-es vers így szól, és megérezi Jahua kedves életet, és mondja Jahua az ő szívében. Nem átkozom meg többé a földet az emberért. Miért? Mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Ez a probléma. Rá, úgy mint gonosz, hitvány, vagy taszító, visszatetsző, rossz indulatú, sikertelen, boldogtalan, szerencsétlen. Ilyen az ember szívének a gondolata. A szív, leb, ugyanaz a szív, amit megbeszéltünk korábban, amikor a kardiáról volt szó, azt hiszem a második korintusi elemzésben, a hármas fejezetnél. Ugyanaz a kardia, az emberi személyiség középpontja, ahol az értelem, érzelem, akarat, emlékezet, lelkiismeret, a morális karakter, bátorság és minden egyéb lakik. A nefes, amikor az ember élő lélekké vált, ez a nefes gonosz a kezdetektől fogva. Csak a ruák tudja ezt megtisztítani. És mi még a Tora, Jahua szava, semmi más. Úgyhogy aki ez ellen beszél, az nem érti az üzenetét ennek a könyvnek. És Revealed Hidden Reality ebbe a csoportba tartozik, aki nem érti. Így mindenki, aki őket követi, rossz úton jár. Itt aztán rátérnek arra, hogy a két hegy Arábiában, ezt érdemes megnézni az elemzést erről, ebben nem megyek bele most semmi köze ahhoz, amiről ő beszél. De a másik az, hogy azt mondja, hogy Izrael az valamiféle ilyen pattyú nemzedék volt, akit igazából nem szeretett Jahua, és csak azért hagyta meg őket, mert megesküdött az atyáiknak, Ábrahámnak, Jécáknak és Jakobnak. Nézzük meg, hogy mi az, amit Jahua mond erről, mert egyetlen idézet nem hangzik el annak érdekében, hogy alátámasza azt, amit ők mondanak. Soha. Ez Malachim Aleph, azaz első királyok 10-es fejezet, és a történet, amikor Séba királynője eljön és beszél ugye Salomóval, vagy Salamonnal, Salamon megfelel neki mindennek, minden kérdésére, és látja Séba királynője minden bölcsességét Salamonnak, a lélegzete is elállt ettől, és ezt mondta, mindig az, amit az én földemben hallottam volt, a te dolgaid felül, és a te bölcsességedről. Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, akik udvarlanak neked mindenkor, és hallhatják a te bölcsességedet. Legyen Jahua, a te hatalmasságod áldott, aki mit csinált, kedvelt téged, hogy Izrael királyi székébe ültetett. Miért? Mert szerette Jahua Izraelt. Hogyan? Mindörökké. Ó, lám! Örökké valóság. Mindörökké. Szerette Jahua Izraelt. Mindörökké és királyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltas. Akkor ki az, akinek hinnem kellene, mikor egyértelműen le van írva, hogy mindörökké szerette Izraelt. Mit érdekel engem, hogy mit mondok én, vagy más, vagy a harmadik mit filozofál, mikor le van írva, hogy mi az igazság. Csak el kellene olvasni, de az, aki nem olvassa a Tanákat azért, mert ő azt hiszi, hogy kegyelem alatt van, az soha nem fog eljutni az igazsághoz. Pontosan ez a lényege a hazugságnak, ami a kereszténység, és ők ugyanezt magyarázzák, csak egy másik köntösben. Ez pedig Ezra 3-as fejezet, 11-es vers, és énekelének dicsérvén Jahuát, és hálát adván neki. Miért? Mert jó, mert mindörökké, ó lám,
Van az ő irgalmassága Izrael. Mindörökké van az ő irgalmassága Izrael. Itt van még egy, ez Jelse Jáhu, vagy Ézsaiás 41, a 8-as így szól. De teljes rá, én szolgám, Jákob, azaz ki, akiről ők azt mondják, hogy csak kegyelemből tartotta meg őket. Akit én elválasztottam, azaz szentétettem, kiválasztottam magának minden népek közül. Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és vég határairól elhívtalak, és ezt mondám nekem, neked szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te hatalmasságod, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Akkor miről beszélnek ők, hogy nem is szerette őket, meg nem is volt semmi, csak kegyelemből tartotta meg így, meg úgy. Mikor egyértelművé teszi, hogy mi az, amiben beszél. De ha megnézzük a Septuagintát, és az, hogy mit ír ugyanez a 8-as vers a Septuagintában, akkor látjuk azt, hogy arról beszél, hogy de te, Izrael, és az én szolgám Jákob, akit kiválasztottam, Ábrahám magva, akit én szerettem. Még egyszer, utolsó ebben a témában, ez, hogy Izraelt elhagyta, meg ilyesmi, ez egy akkora butaság. Nézzük meg, mit ír Zsoltárok, vagy Tehelém, az az ember, akinek szíve Jahu akarata szerint van, Dáud, vagy Dávid. Ez ugye Jahu a beszél. Örökké megtartom neki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ővel, örökké. Soha el nem múlik, ó lám, örökké valóság. És az ő magvát örökkévalóvá teszem, áld, örökkévalóság, folytonos létezés. És az ő királyi székét, mint az egeknek napjait, ugye Jahusá HaMásiák az, aki ül ezen a trónon. Ha az ő fiai elhagyják a törvényemet, miről beszél Reveal Hidden Reality, hogy elhagyták a törvényt, és ő megutálta őket. Minden, amit mondanak, ellenkezik azzal, amit leír az írás. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, Tora, az én törvényem, és nem járnak az én végzéseim szerint, Mispát, ha az én rendeléseimet megtörik, ez ugye hukka, és meg nem tartják az én parancsolataimat, micvá, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűneiket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De mi történik? De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Mit nem csinál még? Nem töröm meg, micsodát? Az én szövetségemet. Mi ez? Berit. Az én szövetségemet nem töröm meg velük. És ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dáudot vagy Dávidot? Azaz mindenkinek meg kell hozni a döntést elő vagy utóbb, hogy elhiszi azt, ami jól hangzik, de hazugság, vagy megpróbál az igazsággal szembenézni és követni azt, amiről az írások szólnak. Elsőre igazából el se csíptem, hogy mekkora ostobaságokról szól ez az egész, de most így hallgatva megmutatom, ugye ennél a résznél járunk 39-50, amikor arról beszélnek, hogy egy alacsonyabb rendű lényen keresztül adta az ő törvényeit, és nem is ő jött el, vagy nem is a fia jött el, hanem egy angyalt küldött el, egy alacsonyabb rendű lényt. Ezért mondom azt, hogy amiről ők beszélnek, az nem jöhet Ruach HaKodestől, mivel ilyen alapvető dolgokat, aki nem ért, azt nem vezetheti a Szent Szellem. Hiszen a Szent Szellem elvezeti az embert az igazságra. Számtalan helyen leírja, hogy aki a törvényt adta, az maga a szó, azaz Jahusá HaMásiák egy másik formában. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. És azt mondom mindenkinek, hogy előbb-utóbb sok kell, hogy legyen, a tévedés ahhoz, hogy még mindig járni lehessen ezt az utat, amelyet Reveal Hidden Reality hirdet. Ugye arról beszélnek, hogy ezt nem Jahua adta, meg ezt nem az agya adta, mikor itt van leírva, második Mózes, Semót 19:10. Jahua pedig mondta Mósén, eredj el a néphez, és tedd őket kodessé, vagy szented meg őket ma, meg holnap, és hogy kimossák az ő ruháikat. És legyenek készek harmadnapra. Miért? Harmadnapon leszáll, kicsoda, Jahua? Az egész nép szeme láttára a sínai hegyre. Ő az, aki ott volt. Mindvégig. A Malák Jahua természetesen nem az atya, de akkor is az ő képviselő, az ő szava volt az egy angyal formájában, amit mi az úgynevezett
új szövetségben, vagy a brit hadaságban, Jahusa másiáknak ismerő különböző formákban jelent meg, ahogyan Jahua terve valósult meg a történelem során. Ez volt az egyik, ez ő volt ott, az ő képviselője, az, aki mindenek fölé teremtetett, az ő szava. 16-os vers ugyan itt és lőn harmadnapon, amiről beszélt, ugye, hogy megjelenik virradatkor, mennydörgések, villámlások, sűrű felhőlőn a hegyen, és igen erős kürzengés. Megrémül-e mind az egész táborbeli nép? Miért? Ki vezeti Mósé a népet a táborba, hova? Elohim elejébe, és megállának a hegy alatt. Az egész sínai hegy pedig püstölög vala, miért? Mivel, hogy leszállott arra Jahua a tűzben. És felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy remeg vala. Kürt szava mindinkább erősödik, és Mósé beszél vala, és Elohim felel vala neki hangosan. Akkor miről beszélnek ezek az emberek, hogy ő nem volt ott? Mi történik a 20-asban? Leszáll-e tehát Jahua a sínai hegyre? Még mi az, hogy kell, hogy leírják ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy mi az, amiről szó van? A hegy tetejére, és felhívá kicsoda Jahua Mosét a hegy tetejére. Felmegy Mózes. Hogy mondhatja azt, hogy nem is ő adta, mikor egyfolytában erről van szó, hogy ő volt ott a hegy tetején, az emberek meg azért nem mertek oda menni. Felment Mosé. Ezt mondja Jahua Mosénak. Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre Jahuát látni, mert közülük sokan elhullanak. Ott volt! Ő volt az, aki ezt az egészet ott levezényelte. Papok is, akik Jahua elejébe járulnak, mert ott volt. Szenteljék magukat meg. Arról beszélnek, hogy nem volt ott a hegyen, mikor a fejezetben az egyik alcím az, hogy előkészület a törvény meghallgatására, és utána két sorral az van, hogy leszáll Jahua a hegyre. Ennek ellenére ők azt mondják, hogy ezt valami angyalok adták, meg így, meg úgy, meg amúgy. Persze, hogy a Malakim vagy az angyalok szerepet játszott a törvény értelmezésében, meg az úton való járásban, de hogy lehet azt mondani, hogy ezt valamiféle alacsonyabb rendű angyalok adták, mikor itt írja le, hogy a Malak Jahua volt az? A szó volt az, aki itt volt, aki elhozta nekik a szót. Ezért találta ki ezt a rendszert, az atya, hogy legyen közt és az emberek között egy közvetítő, egy első számú közvetítő, az ő szava, az első szülöttje. Ezzel én nem is foglalkozok többet, akit érdekel az atya és a fiú sorozatból, ezt meg tudja érteni, úgyhogy haladjunk tovább. Még arról beszélnek itt, már bocsánat, hogy megállok, ez 40-25, hogy a Sion hegyén viszont a fián keresztül adta. Ugyanaz a helyzet itt is, meg ott is. Ő egyáltalán nem így gondolkodik, hogy ad egy ilyet, ami nem jó, meg egy olyat, ami egy olyan torát, ami nem olyan jó neki, meg nem kedves, aztán ad egy másikat, meg össze-vissza. Amikor leírja, hogy mi történt, nem kell nekem kitalálni, hogy ki volt ott, vagy ki nem, mikor leírta a saját szavaival, hogy ki az, aki ott volt. A probléma az, hogyha valaki nem tudja értelmezni azt, ami le van írva. Ugyanaz történt mind a két hegyen. A szövetség jellege más volt, de ugyanazt erősítette meg. A szövetségnek a jellege más volt, de a feltételrendszere nem változott. Az ő torája nem tud megváltozni, hiszen ami az ő száján kijön, az nem változik meg. Ézsaiás 55:10. Utána azt az ostoba dolgot mondja, hogy a Sion hegyén ugye a fia által az eklésziának adta már ezt az újabb, mit tudom én mit. Az eklészia mindig is ugyanazt jelentette. Azokat az embereket, akik a Tora szerint éltek, teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből. Ez soha nem változott. 5 Mózes 6:4-6 egyértelművé teszi, hogy ez volt a követelmény. De 3 Mózes 19:18 és 19:34 szintén egyértelművé teszi, hogy a szeres fele barátodat, mint te magadat, vagy a szeres a jövevényt, mint te magadat, mert te jövevény voltál Egyiptomban. Ez mindig is így volt. Nem változhat meg. Ez jelenti a 10 parancsolat, ez jelenti a 613. Úgyhogy sajnos Reveal Hidden Realiték talán még semmit nem találtak el eddig. Itt arról beszél, hogy a megváltó által eljutottak az üdvösség megnyerésének szabályai minden néphez, ami így is van. De mik ezek a szabályok? Ha egyszer nincsenek szabályok. Ha egyszer mindent lehet. Egyetlen egyszerűk nem beszélnek arról, hogy mi ez a szabályrendszer. Soha nem beszélnek arról, hogy mi az, amit nekem tennem kell ahhoz, hogy én elnyerjem az örök életet.
Mi az üdvösség egyáltalán? Mi az, hogy működik ez a valóságban? Mert ha valaki azt gondolja, hogy elegendő ülni és mondogatni, mint ahogy ők gondolom én, mert soha arról egy szó sincs, hogy ezt írja az írás, ez az, amit neked tenned kéne, hol vagy ehhez képest, ez a bűn, így működik ez a dolog. Itt van, hogy mit mond Jahusa erről. Ímé hozzájövén egy ember, mondta neki, jó, Adonai, vagy mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Ez az, amiről beszélnie kellene Reveal Hidden Reality-nek éjjel-nappal. Nem filozofálni órák hosszat, hanem hogy mi a válasz arra, hogy örök életet nyerjek. Mit mond a másiak? Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy Elohim. Ha ő nem volt jó, akkor ő nem lehet azonos az atyával. Ha pedig be akarsz menni az életre, mit csináljon? Mi a válasz arra, hogy örök életet nyerjek? Mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Mi az, amit mond? Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ez az, amiről beszél. Parancsolat, rendelet, utasítás. Entolé. Megparancsol, elrendel, vagy meghagy. Dabar, a héberben, mint a 10 parancsolat, vagy pedig szavá, mint parancsolni valamit, ez ugye az ige maga. Ha megnézzük a főnevet, akkor látni fogjuk, hogy ez nem más, mint Brit Szövetség. Mi volt a szövetség? Az előbb néztük meg. The bar. Mi az? Szó. 10 dabarim. 10 parancsolat. Mitzvá. Parancsolat. Mishpát. Rendelkezés. Pikud. Tora. Ez az, amiről beszél. Jahusá Hamásiák azt tanácsolja neki, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a Torát. Nem azt mondja, hogy a tizet. Azt mondja, hogy tartsd meg a Torát. Visszautal hova? A 10 parancsolatra. És utána összefoglalja azt úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. 2 perc kutatással ki lehet deríteni, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, az egy idézet, egy szó szerinti idézet, Vaikra 3 Mózes 19-18-as versből. Bosszú álló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem mit csinálj? Szeresd vele barátodat, mint magadat. Miért? Mert én vagyok Jahua. 3 Mózes 19-18. Sőt, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, 33-ban így ír, hogy a jövevény tartózkodik nálad, a jövevény ugye gár, aki úgy él, ahogyan ők, ez számít a jövevénynek náluk. A ti földeteken ne nyomorgassátok őt. Miért? Azért, hogy olyan legyen a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mint a közületek való benszülött volna. És mit csinálj? Szeresd azt, mint magadat. Semmi nem változott. A Tora örök, és ez mindig is így lesz. És aki nem ezt hirdeti, az nem értette meg az üzenetét ennek a könyvnek, illetve ezeknek a könyveknek. Reveal Hidden Reality egy ezek közül. Rengeteg másik van, ez csak egy ezek közül. Arról beszél, hogy tudakozni kell az információ felől, hogy hogyan lehet az örök életet elnyerni, és meg kell cselekedni a hétköznapokban, de egyetlen szó soha nem esik arról, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Mi az, amit nekem tennem kell? Magyarázza el nekem valaki, hogy mit csináljak ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. Ha azt mondja valaki, hogy nekem annyit kell tennem, hogy szeressem Jahuát, hogy szereti valaki Jahuát? Ülök itt? Azt mondogatom, vagy dünnyögök itt magamba, vagy mondom neki? Mit jelent az, hogy ne ölj? Mit jelent az, hogy ne paráználkodjál? Honnan tudom meg azt, hogy mi a paráznaság? Ha egyszer azt mondják, hogy csak a 10 parancsolat kell, hol van az leírva, hogy mi a paráznaság? Honnan tudom, mikor azt mondja, hogy ne kívánt fele barátodnak ezt vagy azt? Mit jelent az? Mit jelent az, hogy ne kívánt? Ne is gondoljak rá, nem is gondolhatok arra, hogy milyen jó autója van a szomszédnak? Ez egy bűn? Mi az, ami megmutatja nekem, hogy mi a bűn? Mikor azt mondja, hogy az ő nevét hiába nevedd a szádra, az mit jelent? Az, hogy nem mondjam azt, hogy Úristen? Mint ahogy mindenki mondja az utcán? Ennyi az egész, hogy nekem ezt nem kell mondanom? Vagy ne káromoljam az ő nevét? Ezek a dolgok mind le vannak írva a 613 törvényben, amiről ők azt mondják, hogy arra már nincs szükségünk. Ez az, amit azok az emberek tudakoztak.
hogy megtudják, hogy mi az az út. Amire ők azt mondják, hogy az egy átok, hogy azt nem kell megtartani, hogy az csak a testi embernek való, hogy nekünk már csak a 10 van. És akkor elmondja, hogy nekünk már csak a 10 van, és ugyanabban a videóban elmondja, hogy a sabátra már nincs szükség. Akkor miféle értelmezése ez az egésznek? Utána folytatja, azt mondja, megmenekülnek az ítélettől és a bűneiktől való mentességet kapják meg. Hogyan kapom meg ezt a mentességet? Különösen akkor, amikor arról van szó zsidókhoz, Abri 10:26-ban, hogy mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Mi az, hogy szándékosan vétkezni? Hamartano az azt jelenti, hogy elvét, eltéveszt, elhibázza a célpontot. Úgy, mint ahogy chatá a héberben, azaz valaki, aki elhibázza. Mit hibáz el? Aki a torát megszegi. Ezt jelenti. Hogyha megnézzük, akkor látjuk, hogy chatá a héberben. Hogyha meg akarja valaki nézni, 23:98. Hiányt szenved, téved, eltéveszt, bűnt követ el. Mi a bűn? Honnan tudom, hogy mi a bűn? Nem azt mondja, hogy a 10 parancsolatot, amiből kettőt ők kivettek amúgy is? Azt mondja, hogy ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Mi az igazság akkor? János 17. 17 megmutatja. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság, az ő igéje. Azaz logos, vagy dabár, mint a 10 dabarim, vagy azok a szavak, amiket a sínai hegyen ő megadott. Úgyhogy ezek után mondja azt nekem valaki, hogy nem egyértelmű, hogy mi a feladat. Mi van akkor, hogyha valaki bűnt követel, akkor többé nincs a bűnért való áldozat. Mi a bűn? Hamartia, tévedés, hiba, vétek, bűn. Hatá, honnan tudom, hogy mi a bűn? Onnan tudom, hogy 1 János 3:4 megmutatja, hogy mi a bűn. Ha valaki a bűn cselekszik, az mit csinál? Törvénytelenséget cselekszik. Mert a bűn micsoda? Törvénytelenség. Ez a bűn. Törvénytelenség. Anómia. A törvény megszegése. Törvény nélküli állapot. Milyen törvényről beszél? Ez mind a bűn fogalma. Hatá ugyanaz, mint amit az előbb láttunk. Úgyhogy nem lehet megkerülni ezt a dolgot. Aki a törvény nélkül akar élni, az bűnben él. A bűn az hamartia, törvényszegés, a törvénytelenség pedig anómia, Jahua törvénye nélküli állapot. Mi történik akkor, ha szándékosan vétkezünk? Az ítéletnek valami rettenetes várása történik, és a tűznek a lángja, mely megemészti az ellenszegülőket. Szembejövő, ellenálló, ellentétes vagy ellenség. Ez az, ami vár azokra az emberekre. Meg mindenkire, aki ezt hirdeti. Aki megveti Mózes törvényét, 2 vagy 3 tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. Ez már akkor is így volt. Aki erről ír a zsidókhoz szerzője, hogy aki megveti Mózes törvényét, 2 vagy 3 tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal. Nem azt mondja, hogy ez nem így van. Nem arról beszél, hogy ez egy rossz rendszer, hogy ez egy gonosz rendszer, hogy ezt meg kellett változtatni. Mit mond? Azt mondja, hogy gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetése méltónak ítéltetik az, aki Elohim fiát megtapodja. Mennyivel súlyosabb lesz a büntetése annak, aki ebben a szövetségben bűnt követel. Hiszen itt már nincs állatáldozat, itt már nincs semmi. Itt én vagyok ott, a mérlegen, a végén. És én vagyok az, aki vállalja a felelősséget azért, hogyha szándékosan bűnt követek el. És mit csinál a szövetségnek a vérét megtapodja? Mi a szövetség? Diatéké. Brit. Ugyanúgy, ahogy az mindig is volt. Brit. Vagy dabár, mint egy szó. Vagy tora. Aki a tora vérét megtapossa. Aki a dabár, vagy dabarim vérét megtapossa, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja és kegyelemnek lelkét bántalmazza. Mindenki, aki a Tora ellen beszél, ezt cselekszi. Tisztát, mi a tisztátalan? Honnan tudom, hogy mi a tisztátalan, amikor 1000-szer elmondja, hogy tisztátalan nem jut be a királyságba. Elmondja Saul, hogy semmi nemű tisztátalanság ne találtasson köztetek. Mi a tisztátalan? Honnan tudom, hogy mi a tisztátalan, ha nincs Tora, ami megmondja? Ez Bamidbar 4 Mózes
15-29. A bennszülöttnek és sáfiai között, és a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik, egy törvényetek legyen. Mi ez a törvény? Tora. Egy törvény legyen a felől, aki tévedésből cselekszik, aki tudatlanságában cselekszik. De amely felemelt kézzel cselekszik, az a szándékosan, akár így, benszülött, akár úgy, jövevény, az Jahuát illeti szidalommal. Vágassék ki azért az ő népe közül. Miért? Mert Jahuának szavát megvetette, az ő parancsolatát megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, és az ő hamissága legyen rajta. Mit mondott az előbb zsidókhoz 10-es fejezetben? Ha valaki szándékosan vétkezik, akkor az Elohim fiát megtapodja, és a szövetség vérét, melyen megszenteltet, tisztátalannak tartja, kegyelemet, lelkét bántalmazza. Ugyanez volt akkor, ugyanez most. Amit ők itt magyaráznak, ez a filozofálás, hogy ez a legnagyobb ajándék, meg hogy a kegyelem, meg mit tudom én mi, sehol nem lehet ilyet olvasni, amiről ők beszélnek. Sehol. Egyetlen ember nem beszél erről, hogy bármit lehet csinálni, és hogy a Tora el van törölve, és hogy ez egy rossz dolog. Soha, egyetlen szóval senki nem említi ezt. Az ember szíve, ahogy hozzáállt, az volt a gonosz. Az nem azt jelenti, hogy maga a Tora a gonosz. Így ír Péter vagy Kefa a másik levelében, az első fejezetben, a 7. verstől. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet, agapé. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenek ki a mi Adonájunk, Jahusa HaMásiák megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, mit csinál? Elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. A régi bűneiből való megtisztulásról. Nem örökké, hanem a régi bűneitől való megtisztulásról. Azaz megbocsátja a régi bűneinket, amik újak, azonban a zsidókhoz 10-26-27. Ez 1 János második fejezet. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Hát akkor miről beszél? Hogy nincsen törvény, vagy mi az, hogy ne vétkezzetek, azt akkor nincsen semmi már. Ha már tánu, ugyanaz, amiről eddig beszéltünk. Hatá. És ha valaki vétkezik, azaz, ha már tánu. Bűnt követel, van szószólunk az atyánál, az igaz Jahusa HaMásiák. Nem arról van szó, hogy nem tévedhet az ember, vagy nem követhet el hibákat. Arról van szó, hogy szándékosan nem vétkezhet. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, kit, Jahusa HaMásiákot, aki az atya képe volt, azaz a kettő ugyanaz, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Ugyanaz, úgy értem, mint karakter, ugyanaz. Jahusa HaMásiák elhozta az atya képét a világra. Ha ember lenne az atya, ilyen lenne. Tora a szívében, Ruach HaKodes vezetésével. Ez az, ami Jahusa HaMásiák. Ha megismertük őt, megtartjuk az ő parancsolatait. A parancsolat az entolé, már megbeszéltük ezerszer, hogy ez nem más, mint Tora. Ez az, amit ő elhozott. Aki ezt mondja, ismerem őt, mint Reveal Hidden Reality, és az ő parancsolatait nem tartja meg, mint Reveal Hidden Reality, hazug az, és nincs meg abban az igazság, mint Reveal Hidden Reality. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Elohim szeretete. Agape, azaz szeretet, ahab. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Miről? Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Hogy járhat valaki úgy, ha a Tora ellen beszél, mikor soha a másiak ilyet nem mondott? Mi kell ahhoz, hogy ezek az emberek megértsék, hogy rossz úton járnak? Még hányszor, hányféleképpen írja le hány ember, hogy egyértelmű legyen, hogy a Tora nem megy sehova? Teljes szívből, teljes erőből, teljes lélekből az embernek ezt kell csinálnia, aki el akar jutni Jahuához. Ez az egyetlen út. Úgy kell járnunk, ahogy a másiák járt. Ez egyértelmű, hogy mi az, amit mond. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot. Mi volt ez? A kezdetektől fogva.
A régi parancsolat az ige. Mi az ige? Logos, the bar. A tíz, de barim. De bár. Mitzvá, rendelkezés. Tora. A régi parancsolat. Entolé. Ugyanaz lesz. Tora, mitzvá, mispát, stb. Ez a kezdetektől fogva így van. Amelyet hallottatok a kezdetektől fogva. Mi az, amit hallottak a kezdetektől fogva ezek az emberek? Hanem a Tora. A kezdetektől fogva ezt hallotta. Ábrahám ezt hallotta. Noé ezt hallotta. Ádám ezt hallotta. Mindenki ezt hallotta. Mert ez nem változik meg soha. A kezdetektől fogva ezt. Akkor még mit csináljon? Még hányféleképpen mondja el, hogy mi a helyzet? Új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne, és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Mi az új parancsolat? Valamit ide leírt, hogy mi az új? Az új az, hogy eljött megmutatni, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Ő benne csináljátok ezt, Jahusaha másiákban. És akkor a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság fénylik. Hihetetlen. Saul is azt írja, hogy tudnunk kell, hogy mi a Tora. Itt van, tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Mi ez a törvény? Nomos. Nézzük meg, hogy mit jelent a héberben. Dabar, tíz dabarim, kuka, chok, mitzvá, mispát, Tora. Parancsolat, rendelkezés, ítélet, Tora. Szó, ige. Erről beszél. A bűn azt mondja, hogy amit a Tora mond, azoknak mondja, akik a Tora alatt vannak. Hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Elohim ítélete alá esik. Mert mindenki bűnt követett el. Aki bűnt követel, az a törvény alatt van. Hogyha nem lehet ittasan vezetni, és én ittasan vezetek, akkor én a törvény alatt vagyok. Az ítélet alá esek. Hogyha nem lehet ittasan vezetni, és én nem vezetek ittasan, és betartom a szabályokat, akkor én nem vagyok a törvény alatt. De mivel mindenki egyszer az életében, tudatlanságában, gyengeségében vétkezett, legalább egyszer, de amúgy számtalan szó szerintem mindenki. Így mindenki a törvény alatt van. Ezért dugatik be minden száj. Senki nem mondhatja azt, hogy én jól éltem. Így a törvény alá esik mindenki. Annak okáért a Torának cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Miért? Mert mindenki megszegte. Ezért nem tudjuk azt mondani, hogy én úgy éltem, engem nem érdekel, hogy mi van Elohimmel vagy Jahuával. Én elolvastam, megértettem, én úgy éltem, tőlem ő akármit csinálhat, ott fogok állni a végén előtte, és azt fogom mondani, hogy nem érdekel, hogy mi van veled. Én úgy éltem a törvény szerint, én csak egyszerűen bemasírozok, mivel én úgy éltem. Az, hogy te mit magyarázol, vagy te mit akarsz, hogy én mit csinálok, az engem nem érdekel, le volt írva, megcsináltam. Ezt nem mondhatja senki, mivel mindenki egyszer megszegte, de legalább 100 000-szer. Gondolom én, mindenki, ha belegondol az életébe, amíg tudatlanságban élt, vagy most is abban él, gyakorlatilag minden nap több tucatszor megszegi ezt az egészet. Mit eszik, mit gondol, mit beszél, milyen ünnepeket csinál, meg stb. Stb. Így mindenki a törvény alatt van, így senki nem mondhatja azt a végén, hogy én csak bemasírozok. Így mindenkinek alázatra van szüksége, engedelmességre, és legfőképp kegyelemre. Így nem lehet majd hit nélkül bemasírozni a királyságba, mint ahogy soha nem is lehetett. Ez a lényege annak, amit Saul mond. Nem az, hogy nincs Tora, hiszen a bűn ismerete a törvény, a Tora által van. Mi a bűn? Hamartia. Tévedés, hiba, vétek, bűn, hatá, elvéteni a célt. A Tora megszegése az a bűn. Elmondja, hogy van bűn, hiszen van Tora. A törvény nélkül jelent meg Elohimnek igazsága, melyről tanúbizonságot tesznek a törvény és a proféták. Azaz most elhozta a kegyelmet, azt mondja, hogy térj meg! Nem érdekes, hogy mit csináltál eddig. Térj meg, majd utána megtanulod. Nem az, hogy térj meg, utána meg csinálod tovább, ahogy eddig csináltad, mint ahogy Reveal Hidden Reality-ek mondják, hogy az a 8 dolog van, amire figyelni kell.
közben meg van 150 másik, amit minden nap megszeg az ember tudatosan. Ilyen nincs ilyen élet Elohimnél. Aki szent akar lenni, aki kadees, elválasztott akar lenni, annak meg kell ismerni az utat, és úgy kell élni. A Tora mutatja meg az utat. És Saul erre hívja fel a figyelmet, mint mindenki más. De már megnézzük akkor 12-től, mert ez egy idézet egyébként a Tanákból, szintén, mint ahogy Saul rengetegszer teszi. Minek idézne, ha az már nem lenne fontos? Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs aki jó cselekedjék, nincsen csak egy is. Ez az, amit mond utána, hogy mindenki a törvény alatt van és a száj bedugatik. Ezért, mert mindenki elhajlott. Nyitott sír az ő torkuk, mint Reveal Hidden Reality. Amit mond, az a halálba vezet, mert nem az igazság. Nyelvükkel álnokságot szólnak, tessék. Áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt. Így van. Szájuk tele van átkozódással és keserűséggel. A törvény egy átok, a törvény nem lehet megtartani, a Tora az csak így, vagy úgy, meg megváltozott, meg el kellett törölni, meg ideiglenes volt, meg nem volt tökéletes. Ez az, amiről beszél. Reveal Hidden Reality. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van. Ugyanúgy. Békességnek útját nem ismerik. S leírta Dávid, hogy mi az igazság útja. Zsoltárok 119.30-34. Ők nem ezen az úton járnak, a békesség útja az a Tora, az jelöli ki a békesség útját. Nincs bennük igaz félelem. Nincs igaz félelem az ő szemük előtt. Hiszen ha lenne, akkor úgy élnének. Ezt foglalja össze utána, hogy mindenki a törvény alatt van, azért mert úgy élt. Hogyan? Elhajlott, haszontalanná lett. Nem cselekedett jó. Aztán ráébredt, megtanulta, és úgy élt, és így üdvözült a hite által, amiről beszélek 2 éve. Halleluja! Rómaiakhoz 6-os első vers. Valahogy ez sose kerül elő, ezek a versek. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e bűnben? Mi a bűn? Hamartia. Tora megszegése. Hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Eszedbe ne jusson. Eszedbe ne jusson megmaradni bűnben. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk abban? Aki azt magyarázza, hogy nincs Tora, az nem jutott még el az igazságig. Hiszen aki meghalt bűnnek, az nem él abban tovább. Úgyhogy mindenki, aki azt mondja, hogy a Tora már nem fontos, az nem érti, hogy mi az, amiről szól ez a könyv. Nem azért nem tudunk vétkezni, mert ő már elfelejtette a bűnt. Azért nem tud vétkezni, aki igazán megértette, mert már nem viszi rá Ruach HaKodesh, ami benne él. Meg fogja mutatni, hogy ezt nem lehet csinálni. Aki igazán járja az utat, az így fog élni. Persze, nyilván előfordulnak problémák az ember életében, meg nem tökéletes, de azt nem kezdem el azért hirdetni, hogy bármit lehet, meg csak ez a 80, vagy 7,5, vagy mennyi, amúgy meg minden mindegy, mikor mindenki azt írja, hogy nem így van. Aki meghalt a bűnnek, az nem él bűnben tovább, legfőképp nem hirdeti azt. 15 ugyanitt. Mit is tehát? Vétkezzünk? Azaz bűnkövessünk el, ha már tánó, elvéteni a cél, tá, mivel hogy nem vagyunk a Tora alatt? Nomos, Tora, Tabar, Mitzvá, Mispát, Huká, stb. Hanem kegyelem alatt távol legyen. Eszedbe ne jusson ilyet csinálni. Eszedbe ne jusson. Ne kezd el kiválogatni, hogy mi a kedvencem, mi az, amit lehet, ezt már nem lehet, mert már ilyen a világ, meg olyan a világ. Tanuld meg, mint a bereaiak, és csináld. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái? Akinek engedelmeskedtek, vagy bűnnek a halára, vagy engedelmességnek az igazságra, akkor még mindig van bűn. Nem a bűnt törölt el, hanem megmutatta az utat, elküldte Ruach HaKodesh, hogy vezesse az ember. Nem a bűnt törölt el, hanem az embert segíti Ruach HaKodesh által. Vagy ezen az úton jársz, vagy azon az úton. Reveal Hidden Reality a bűn útját hirdeti, hiszen azt mondja, hogy a Tora nem érvényes. Így lehetünk tisztátalanok, így lehetünk utálatosak, ünnepelhetünk bármit, nem fontos az, amit az atya mondott, a sabát nem fontos, amire azt mondta, hogy egy jel köztem és közted mindörökké, Ezékiel 20-20. Úgyhogy az a bűn útja, és az a halálra vezet. Végül, mivel elég elnyújt ez az egész, ez Rómaiakhoz 3,
23 lesz. Mert mindnyájan vétkeztek, ugye ugyanarról beszél, mint az előbb. Szűkölködnek Elohim dicsősége nélkül. Azaz szükségünk van az ő kegyelmére. Szükség van arra, hogy ő megbocsásson nekünk ahhoz, hogy el tudjunk jutni hozzá, hiszen mindannyian vétkeztünk. 24. Megigazolván ingyen az ő kegyelméből Jehusá Mássiában való váltság által. Pontosan? Mindvégig erről van szó. Megigazolunk ingyen, amennyiben hiszünk, hiszen nem tettünk érte semmit. Legtöbbünk nem is érdekelte ez az egész. Kegyelem alatt vagyok, azt csinálok, amit akarok. Így az ő igazi kegyelme az ingyen van. Azonban mit ír azután? Kit Elohim eleve elrendelt, engesztelő áldozatú, azaz már ez a kezdetekben világos volt, hogy el fog jönni a szó, mint egy engesztelő áldozat mindenkinek a bűnéért, hit által, pisztész. Ajánlom mindenkinek figyelmébe a hitről szóló sorozatot, hogy megértse, hogy mi a hit. Azaz hinni kell ebben az áldozatban, ahhoz, hogy megigazuljunk. Tehát az igazolás a hit által jön. Az ő vérében, ugye az áldozatában, hogy ő eljött fizikálisan, hogy megmutassa az ő igazságát. Hiszen eljött, megmutatja, hogy mi az igaz út, hogyan kellene élnünk. Miért? Az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Érthető? Ugyanezt írja majd a Káldi is. Arról beszél, hogy Elohim rendelt vére által, akit Elohim rendelt vére által történő engesztelésül, hit révén vagy által, kimutassa maga igaz voltát, miután eltűrte az előző idő bűneit. Érthető? Nem örökké mindet. Még lehet, hogy a katolikus is elfogadja ezt, őt adta Elohim véres engesztelő áldozatú hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Azt, hogy ő a tudatlant is hajlandó megmenteni. Elohim végtelen türelmében elnézte micsodát? A korábban elkövetett vétkeket. Nem az összest, a korábban elkövetett vétkeket. Kit Elohim rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében való hitnek által, ez az arany, az előbbeni bűnök megbocsátásában való igazságnak megmutatására. Azaz megbocsátja azt, ami korábban történt. Nem mindent, amit korábban az ember elkövetett. Ami utána történik, az zsidókhoz 10-26-27, vagy 4 Mózes 15-29-30. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!